az, hogy ott idegenben ugye X-et sikerült kihoznunk, én úgy gondolom, hogy ez egy jó eredménye az akkori mutatott játékunkkal, hiszen Ferencváros nagyon-nagyon jól játszott azon a mérkőzésen. Én abban bízom, hogy itt hazai pályán, a hazai közönség előtt fergeteges hangulat lesz, és most mi fogunk nagyon-nagyon jól játszani, és a Fradi kevésbé. De itt is szerintem ezen a mérkőzésen döntően befolyásolja majd azt, hogy hogy védekezünk, és hogy fog összeállni a védekezésünk. Én mindig azt mondom, hogy ez az alap, hogyha az működik, akkor meg vagyok nyugodva. Ugyanúgy készülünk, ugyanúgy neki megyünk a Ferencvárosnak, hiszen mi más tehetnénk hazai pályán, hazai szurkolótábor előtt, és ráadásul a Ferencváros ellen. Aki más gondol, az nagyon-nagyon tévúton jár, és nagyon nem ismer bennünket. Az biztos, hogy a Ferencváros ezen a héten nem játszott, ráadásul otthon játszott a hétvégén, valószínű, hogy pihentebb, de most mutatkozik meg mindenkinek az igazi énje, hogy amikor fáradtabb vagy nehezebb helyzet van, vagy a problémák jönnek, hogy ki milyen, ki az, aki beletörődik, ki az, aki pedig mindig megpróbálja nyújtani a legjobbját és küzd hajt. Remélem, hogy jól tudunk majd kezdeni, és a lendületünk kitart egészen a meccs végéig. Persze a Fradival mindig fej-fej melletti meccseket játszunk, valószínűleg ez most is így lesz. Az első percek kritikusak lesznek, hogy a védekezésünk az elejétől stabil legyen, és tudjunk könnyű gólokat szerezni.